Jó estét kívánok! Kedves nézőink, Önök a tájoló napi aktuális információit látják. A Szigetvári Takarékszövetkezet mai napon érvényes valutaár folyamai következnek. A Szigetvári Takarékszövetkezet várja Önöket négy baranyai városi fiókjában. Pécsett a Szigeti Vámnál és a Kossuth téren, Komlón a Kossuth út 40 szám alatt és a megújult Szigetvári Székházban. Tőzsdehírek a CB Broker Kft. Információi alapján. Kissé növekvő árak jellemezték a budapesti értéktőzsdén a mai kereskedést. A hét első napján a tőzsdeindex 46 ponttal emelkedett és 7662 ponton zárt. A nap siker részvénye a Danubius volt, miután árfolyama 250 forinttal emelkedett és elérte a 6350 forintot. Hasonlóan jól szerepelt a gépgyártásban érdekelt Mezőgép RT papírja is. Kedves nézőink, gazdasági hírekkel a jövőben is rendszeresen jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk fő támogatója a Fortaponári Autóház. Már 3 éve áll a vevők és szervizeltetők rendelkezésére, immár 3 telephelyen teljes körű szolgáltatással. Új és használt személy és tehergépkocsi értékesítés, alkatrészeladás, a legmodernebb technológiával felszerelt szerviz. A lélekvándorlás már régóta izgatja az emberek fantáziáját. Van, aki hisz benne, van, aki csak legyint, ha szó esik róla. Lehet-e bizonyítékot találni a lélekvándorlásra? Az Ifjúsági Ház holnapi előadásán az előbbi kérdésre próbál meg választ adni Kisfaludy György időfizikus, és ha résztvevők kételyeikkel is távoznak, az előadás érdekessége biztosan kárpótolja őket. Holnap a 30 éves Pétáv és a 35 éves Pécsi Távhőszolgáltatás jubileumán nyilvános kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt a Pétáv Kft. Vezetőivel. A beszélgetésen részt vesz dr. Hernádi Alajos igazgató, dr. Aradi Lászlóné igazgatóhelyettes, illetve dr. Gasz Zoltán műszaki igazgató. Minden fogyasztót szeretettel várnak. Október 1-én az Állatok Világnapján rendezett ünnepségen szeretettel vár minden gyereket a Szivárvány Gyerekház klinikai játszója, és az Állategészségügyi Állomás Pécsett a gyerekklinika tantermében. A délutánon a gyerekek dr. Hartung István állatorvossal beszélgethetnek,
Többek között az otthon tartott kisállatokat fenyegető betegségekről, és ezen kívül sok más meglepetés is várja őket. A Művészetek Házában szerdán a Zenevilág napja alkalmából rendezett koncertre hívjuk meg Önöket. A koncerten Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes szórakoztatja a közönséget, míg a tánc előadásért Fecskét és Batyut tapsolhatja meg a nagy érdemű. A Pécsi Színházak műsorából a Nemzeti Színház Stúdió Színháza ritka műfajú komédiát kínál a színházba járóknak. Az Imoga című kutyakomédiára, ha még nem volt idejük megnézni, holnap délután még jegyet válthatnak. Az előadáshoz kellemes szórakozást kívánunk. A Pécsi Horvát Színházban ma volt a bemutatója Molière Fösvény című drámájának horvát nyelvű előadásban. A színdarabot, amelyet holnap is megtekinthetnek, Halász Tóth Péter rendezte, Harpagon szerepében pedig Darko Csurdot láthatják. A harmadik színház pódiumán Spiró György Kvartett című komédiáját láthatják holnap este 7 órától.